Egyre nagyobb ütemben halad a világ a digitalizáció felé. A kormány egyik célkitűzése, hogy felzárkóztassa a leszakadó rétegeket, közölte Kópiás Bence, a kormányzati informatikai fejlesztési ügynökség elnök helyettese. A KIFÜ digitális jólét programjában Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 6 járása vett részt, ahol összesen 1060 notebookot és 400 táblagépet osztottak ki a pályázó között. Ezzel közel 4000 embernek tudtak segíteni, hangzott el a program záró rendezvényén. Az, ami nagyon-nagyon kényes jelenség, hogy a digitális olló az egyre nyílik. Tehát azt gondolom, az újabb generáció egyébként, és a magasabban képzettek, azok tudnak élni ezekkel az eszközökkel, de legalább egyébként 3 millió ember van Magyarországon a felmérések szerint, aki digitálisan írástlatlan, abban az értelemben, hogy feltétlen motivációja sincsen, vagy pedig képessége sincsen, hogy ilyen egyébként itt az újkornak a kihívásaival, és azt gondolom, hogy kormányzati szempontból is a fő hangsúlynak erre a társadalmi csoportokra kell helyeződnie, hogy ők se szakadjanak le egyébként, hiszen az életminőségüket, a versenyképességüket nagyon-nagyon tudná ez rossz értelemben befolyásolni. A digitális eszközökre többek között aktív idősek, nagycsaládosok és gyermekét egyedül nevelő szülők jelentkezhettek. A nyertesek egy képzésen is részt vettek, annak érdekében, hogy használni is tudják a notebookokat és a táblagépeket. A sajtótájékoztatón az is elhangzott, a jövőben folytatják majd az idősek infokommunikációs programját, a nyugdíjasok számára 5000 számítógépet és 1000 vészjelző karperecet osztanak majd ki. Korábban Kisvárdán ezt már sikeresen tesztelték. Működik a segítőkezek program, ezek időskorúak, szépkorúaknak a infokommunikációs eszközökkel ellátása. Jelent ez egy vészjelző karperecet, egy mobiltelefont, ugyanakkor jelent egy notebookot, ami alapján szintén megtanulhatja a digitális írástudást, és ráadásul egy oly módon, hogy generáció találkoznak. Tehát a gimnáziumban járó diákok, akiknek kötelező 50 óra, és ők vállalták ezt fel, idősekhez kijárnak, beszélgetnek, megtanítják őket a számítógép használatára. A kisvárdai mellett a Baktalórendházi, az Ibrányi, a Kemecsei, a Nagykálói és a Tiszavasvári járás is részt vett a digitális jólét programban.